A szolnoki rendőrkapitányság munkatársai Újszász belterületén ellenőriztek egy személygépkocsit, valamint annak szolnoki sofőrjét és újszászi utasát. A jármű csomagterének átvizsgálása során a rendőrök 6 szétszerelt állapotú Lime Air-roller találtak. A két férfi már a helyszínen elmondta a rendőröknek, hogy a rollereket Szolnokon lopták, ezért őket előállították a szolnoki rendőrkapitányságra. Itt már bekapcsolódtak az ügy felgöngyölítésébe a nyomozók is. Kiderült, hogy a két gyanúsítottnak további 3 társa is volt, akiket szintén előállítottak a rendőrkapitányságra. Az eddigi adatok alapján megállapítás nyert, hogy a két 19 éves, 20, 21 és 23 éves terheltek az elmúlt egy év során legalább 56 darab Lime Air-rollert tulajdonítottak el Szolnokváros különböző helyeiről, ezzel közel 10 millió forintos kárt okozva a sértett cégnek. A gyanúsítottak lakcímén kutatást tartottak a rendőrök, melynek során több tucat rollert és azokhoz tartozó alkatrészeket foglaltak le. A lopás büntett megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatott férfiak közül 3-at őrizetbe vettek a rendőrök.